a Dentozópia szaga folytatódik. Budán vagyunk egy új dentozófusnál, akit az interneten találtam. Egy kicsit visszatérünk a dentozófiához, ugyanis a kisfiammal is elkezdtük körülbelül egy éve a dentozófiai kezelést, ugye a fogainak a rendbetételére, viszont mivel Tamás abba hagyta ezt a dentozófiai kezelést, ezért új dentozófust kellett keresnünk. Úgy sikerült új dentozófust keresnem, mivel a dentozofia.hu oldal egy ideje nem működik, hogy beírtam a Wayback Machine-ba az interneten a dentozofia.hu oldalt, és ott sikerült megtalálnom a legutolsó élő verzióban azokat a dentozófusokat, akik még jelenleg is működnek, akik elvégezték a tanfolyamot, és még mindig praktizálnak. Így találtam meg Szép Attillát, aki Budapesten van, ugye ez volt az egyik szempont, egyébként még egy dentozófust találtam Budapesten, de az elsőt felhívtam, és végül is nála kértünk időpontot. Már meg is volt az első vizit. Azt kell, hogy mondjam, hogy a dentozófusok valódi megszállottak, tehát ugyanúgy, ahogy Tamás is ilyen áradozva mesélt erről az egész módszerről, és ő is azért kezdte kitanulni, mert ugye a saját fogait szerette volna rendbe tenni, ugyanígy Attillával is ez a helyzet, és hát órákat tud beszélni róla a jó eredményekről, a dentozófia csodálatos hatásairól, és nagyon sajnálom, hogy nem kapcsoltam be a kamerát rögtön, ahogy beléptünk az üzletbe, mert nagyon vicces volt, azzal fogadott, hogy á, jó napot kívánok, láttam a filmet, mondom, milyen filmet? Hát a YouTube-on a filmet. Ja, mondom, a dentozófiáról szóló videóimat, hát igen. Először így nem is értettem, milyen filmet látott, úgyhogy vicces volt, hogy ő már fel volt készülve belőle, mindent tudott rólunk, és fejből fújta, hogy én hogy jártam, meg hogy mennyi ideig tartott a kezelésem, hogy működött, és ilyesmi. És utána nagyon sokat mesélte az ő tapasztalatairól, hogy ő hogy kezdte el, és ezeket sajnos mind-mind nem vettem fel, mert nem tudtam, hogy ebbe fogok belecsöppenni rögtön, ahogy belépünk az ajtón. A lényeg az, hogy Attila egész más módszerrel dolgozik, mint Tamás. Ő is fogtechnikus, a rendelője egyébként a Mamut mellett van, és ő még a hagyományos technikával, tehát ilyen lenyomatvétellel csinálja a kezeléseket, illetve hát úgy kezdődik az egész kezelés a mintavétellel, amikor egy ilyen gipszmintát csinál a fogról. Hát most a kisfiam fogáról csinált gipszmintát, és ez alapján választotta ki neki az új készülést. Megmutatom, hogy hogy néz ki. Egyébként ez egészen más, hogy néz ki, mint a másik. Mondta, hogy ő egy másik gyártóval dolgozik együtt, ennek a doboza is más, van benne egy kis használati utasítás. Egyébként ez az új készülék egyébként... Ezt csinálja? Olyan hihetetlen. Nekem is az volt. Egy ideig hihetetlen volt, utána azt mondtam, hogy csoda. A harmadik hozzás után még véletlenül sem mondtam, hogy csoda, ez teljesen természetes, hogy így működik, csak kapjam hozzá az információt. Mert az én agyam erre áll rá, most már 50 éve, amit itt hallottam a szakemberektől. Hülyeséget beszélnek. Na mindegy. Tehát egy olyan szék kell, amin a testtartásod derékszög. Mit körülbelül ez a szék? Ha nem széken csinálod, akkor lehet lefeküdni a földre is, ha olyan magasságú az ágy, vagy a szék, amin ez a pozíció jön. Azt ne kérdezzék, hogy miért ez a pozíció, de ez a pozíció. Továbbiakban már úgy tudom. De a lényeg, hogy ez a pozíció.
beveszed a szádba, ja, és amikor beállítottad magad ebbe a testtartásba, a kezedet, tenyeredet itt tartod. Milyennek a lényege? Az a lényege, hogy te ebben az állapotban le kell, hogy lazuljál. Most, ahogy hallom, már a fiatalok sem olyan lazult állapotban vannak, hanem van valami, ami őket hajtja, idegesíti, stresszeli. Hát ez tulajdonképpen egy stresszoldásra jó. Vagyis tulajdonképpen egy meditatív állapotba kellene bekerülni. Vagyis nem gondolni semmire. És akkor elkezdesz venni levegőt. Orrodon keresztül mély levegőt szívbe. És nem elég, hogy veszed a levegőt, figyeled a levegő útját. Elképzeled, hogy itt van egy levegő részecske, jön be az orromon, és halad erre fölfele. És erre rá koncentrálsz. Próbáld ki, pillanatok alatt már nem gondolsz semmire. Ez egy gyakorlat. Aztán később ezt már kapásból tudod csinálni. Tulajdonképpen az az alfába való lemenetel. Alfa, béta és különböző állapotok vannak. De ehhez ez kell. A pozíció és a tenyér, ami az univerzumból veszi le az energiát. De és ezt nem kell először sokat csinálni. Ez 5 perc. De ezt naponta 4-szer. 4-szer 5 perc. Mert majd fogod látni, hogy az 5 perc sem kevés. Na, tehát beálltál ebbe a pozícióba, beveszed a szádba, és ráharapsz. Most egy bizonyos erővel ráharapsz, nem úgy, mint most, hogy nem így, csak megharapod, de megharapod, hogy az, érezd, hogy az izmod dolgozik. Nem csak ilyen kis latyá. Tehát érzed, hogy feszült, és ritmusosan összeharapsz, ellazítasz, összeharapsz, ellazítasz. És ezt csinálod 5 percen keresztül. Próbálj teljesen lekapcsolni, jó? És közben, amikor rágod, a nyelvedet nyomod föl a szájpadlásra. Különben is, ha rágod, érzed, hogy fönt van a nyelved a szájpadláson, de plusz még rányomsz egyet. Jó? Ennyi az egész. Egyébként Attilánál ugyanazok a feltételek, mint Tamásnál. Nála az aktivátor az 210 ezer forintba kerül, 2 havonta kell visszamenni kontrollra, és általában 6 havonta kell cserélni az aktivátort. Azt mondta, hogy nem feltétlenül szükséges minden 6 hónapban, hogyha az ember nem rágja nagyon szét, és az aktivátor még működik, nem lesz túl puha, és nem harapja át, akkor nem biztos, hogy cserélni kell fél év múlva. Úgyhogy most várjuk az eredményt, a kisfiam még küzd vele, még ismerkedik, és még próbál hozzászokni, aztán meglátjuk, hogy hogy alakul a továbbiakban. Tudom, hogy nem egy motoros csatornára való téma ez, de közben mégis, hiszen én azért találtam rá a dentozófiára, mert motorozás közben úgy éreztem, hogy a fogaim nem jól illeszkednek, és hogy nagyon csiszolódnak, és ezt a problémámat teljesen rendbe hozta a dentozófia. Már azon is gondolkozom, hogy gyűjtök egy kis pénzt, és én is veszek magamnak egy új készüléket, hiszen be kell valljam, függő lettem, és azóta is hordom, és éjszakánként legtöbbször ezzel alszom. Ha úgy gondolod, hogy ez érdekes ez a téma számodra, akkor lájkold a videót, szólj hozzá, hogyha van valami észrevételed a dentozófiával kapcsolatban, vagy ha kérdésed van, mert most per pillanat nem nagyon lehet információt találni. Nagyjából az én videóim az egyetlenek, amik az interneten fellelhetők magyarul ezzel kapcsolatban. Szóval, hogyha kíváncsi vagy, hogy hogy alakul a kisfiamnak a fogszabályzása a dentozófiával és ezzel az új készülékkel, akkor iratkozz fel a csatornára, lájkold be a videót, és kövess be. Köszönöm, hogy megnézted. Sziasztok!